Az év első három hónapja a felkészülés jegyében telt Hellebrand Máté számára. A világbajnoki hatodik helyezett gyalogló napi 2-3 edzésen gyűjtötte a kilométereket, beiktatva egy 2 hetes portugáliai és egy 2 hetes tatai edzőtábort is. Pokrovecki József tanítványa az 5 kilométeres fedett pályás országos bajnokságot betegség miatt hagyta ki. Az 50 kilométeres bajnokságon pedig azért nem indult el Máté, mert edzőjével egyetemben úgy döntöttek, hogy ezen a távon csak a berlini Európa-bajnokságon áll majd rajthoz a nyíregyházi atléta. A felkészülési programot is a kontinens viadal szem előtt tartva állított össze a páros. Teljesen másabb felkészülést igényel, hát több mint a duplája a versenytáv, nem annyira intenzív, viszont sokkal nagyobb állóképességet igényel, ezért az edzések sem olyan intenzívek, viszont sokkal hosszabbak. Eddig a 20 km-re, amikor készültünk, körülbelül 20-25 km-eket edzettünk, most viszont már a 30 km-t is eléri. Most már kezdek jó formába lendülni, sajnos idén télen 2-szer is betegséggel küzdöttem, illetve az elmúlt héten az időjárása volt túl kedvező, de úgy néz ki, hogy most már minden úgy fog alakulni, ahogy mi szeretnénk. A versenyidőszak programja még csak részben állt össze, az viszont biztos, hogy Máté rövidebb távú viadalokkal hangol majd az EB-re. Április 22-én fogok először versenyezni Békés Csabán szokásos országos bajnokságon, aztán június 1-én lesz Tatabányán egy 10 km-es verseny, és a fő verseny ugye a Berlin Európa bajnokság lesz, ott már 50 km-re fogok indulni. Előtte, hogy nyáron hol és mikor fogok versenyezni, azt még nem nagyon tudjuk, az majd közbe fog alakulni, de Józsibával úgy tervezzük, hogy túl sok verseny nem szeretnénk indulni. Tényleg mindent az Európa bajnokságra szeretnénk szentelni, ott szeretnénk egy nagyon szép helyezést elérni. Az Európa-bajnokságot augusztus 7-e és 12-e között rendezik a német fővárosban.